Sziasztok! Itt van a Pálaszofi Teoretik egészítőjében a Fehér Határon és Fehér Kőmedencében vagyunk ezúttal. Kíváncsiak, itt mi vár ránk. Szép kis hangulatos hely, az már látszik. Aztán itt is ilyen adra dolgok vannak, csak ilyen jeles hatású dolgok. Fiatal Skudrak, nem először rámegyünk az idősebb Skudrakra. Meg a fiatalra is. Az inkább az idősebbre. Yes. Erről nem volt szó. Erről se volt szó. How may I help? How may I help? I'm here. Hop. Barlang. Nem csak annyit ír a barlang, akkor menjünk be. Ha már csak annyi barlang. Biztos nem félelmetes. King's Bounty. Nem csak a The Legendet, hanem most a kiegészítőt, de hát annyi Windows bugos, ilyen régi játék. Most a bugos a Windows 10, és a régi játékot nem igazán kezeli jól, fogalmazunk ki. Röviden, és tömörem. Elég gáz, de ez van. Nagyszerű tör. Bravo. Nagyszerű tör, megy is el. Ennyi, ez volt a nagy barang? Komoly. Hát ez nem nagy szám volt, fogalmazunk így. Fehér kőtó. Jól néz ki egyébként. Oké. Jövök ide egyet. Jövök ide egyet. De ezt. What? Ezekből összeordít agarancsokból, csontokból és butokból erős halszag állat. Ez nem jó. Jó halszag van. I'm here. Nem szeretem a halszagot. Ez mi? Égverés tekercse. Ez van neked. Virtoneg. A mésre gyenge formája Virtoneg csak rétkár, azon hogy a rétkárják megfelelhet, amikor útra kelnek. A rétkárás szigorúi törvényei miatt a Virtoneg viszonylag alacsony alkoholtartalommal rendelkezik, ahol azt papír rendszeresen meglátogatják, hogy a párló üzemeket annak érdekében, hogy betartassák a törvényt, de gyakori, hogy a világot látott rétkárják kínálatukat a szomszédos országokba utazás előtt felerősíti. Ez komoly. Na, ez tihány, ez úzós sebzés.
Ezt ugye berakjuk, mert ez egy egész területre volt. I'm here. Egyes hátulhús. A vas hadarú erőd. De itt még egy-kettő lesz egyébként. Két új, ha jól tudom. Hát, mi a csuda. Ebben a mélyedésben található sekély víz megfagyott. Kérem olyan, talán be kellene menni és megnézni. Ezek valamitől tartanak és félnek. Hol, megjött hal. Rossz napok közelegnek, én mondom. Oh, ki az? Elnézést kérem uram. Észrevettük, hogy haddi kecskei szabadon lófrálnak, mikor feljöttünk ide, láttunk néhány nyalos alakot távozni hadiházába, úgy tűnik, hogy így jutották fel a fajtát. Hát a félünk, hogy még benn van közülük valaki, kecskepásztorok vagyunk, nem harcosok. Hármit nem egyszerű fosztogatók, olyan páncéltusátok, mint a csatába vennének, és gonoszul pestettek. Kernek valami köze van hozzá, egyszerűen csak tudom. Ő egy törpe, aki most a Starbarban él, haddiban mindig egymás torkának esnek a földgolyókkal. Földgolyókkal kapcsolatban már évek óta. Talán nem ő az, nem lenne szabad tudja sem vádaskodni. Te jó hogy remélem tévedünk ezzel az egésszel kapcsolatban. I'm here. Igen, mit akarsz? Zord eski. Na jó, akkor fel is vesszük. Megint. De ennél a játék már gyakran kell menteni. Mondjuk most már elég erős vagyok, lassan utolsó szinten megvezetem. No, mi történt itt? Utasd át a házat. Fehérkőbedencében belebutottam egy helyből, mely rajtét és egyértelműen jelentősette magának. Akkor szomszédai túlságosan féltek, hogy bejöjjenek, és rá tudnék érni valamire a maradványokból. Ez még Lingrát elcsúszott képmásának. Nagyon pihenünk egyet. Ja, itt nem tudunk. I'm here. Egy véres villanyomat jelzi, honnan vett valaki egy darab kenyeret. Look there! Hopsz. Oké. Valaki több oldalt kilépett véres nyomot hagyja maga után. Tízben mindösszesen egy maréknyi izzó parázs maradt. Durván rész karkötő. Valószínűleg, hogy a testhez tisztalálatás a hátán, tehát a munkortállottal ütött sebb helyre, még nem alvadtak meg körülötte az alvadó vértócsán. Egy mély fájdalmas nyőgészást hallasz. Elfordítod a fejedben, meglátod. Tompa fájdalmat érzel a koponyádban és a látásod elhalványú. Valaki durván megragadta a karodat. Tényleg azt mondja. Nincs semmink, amit érdemes lenne ellopni. Elvira hangja vág bele a lassú gondolataidba. Fennézel aztán elő a páncélos végsős, a gyomrod összerándul rettegéstől. Azt aztán nem. Szinte anyakul nyúl a főkönyv után, észrevezel, közben Elvira feszült lesz, de nem vagy biztos benne miért. Ami kinemítja a könyvet, semmi kinemesít egy levélből. Család? Férfi mosolyogunkos felveszi a levelet. Ne! Elvira megpróbál elfutni, de a mögötte lévő férfi elkapja a karját. Úgy látszik, Eskának jól megy a sorsa. A malomban. Kedves tőle, hogy írt rőt gázol, én messze van innen. Elég volt, Kemeszlin. Jól vagy, jól van? Eljétek meg! Alig van időt, hogy felfogd a szavakat, a hátad a furodó kard, egyszerre friss a levegőt a tüdődből és az erőt végtagjaidból. Elvinesik olyan, hogy gyengének tűnik, el kell menned hozzá, figyelmeztetned kell egy eskát valahogy. De a lábad nem hallgat rád, képtelen vagy lélegezni. Az emlék lecsúszik róla, mint egy levetett kabát, és a hátadban érzett fájdalom, és esetlen gyorsan múlik el. Haddi lelkének olvasásra megtudtam, milyen körülmények között vezettek a halálához. A gyilkosság mögött a trió haddi fiát, eskát akarja megkeresni a rödgázolói malomban, hogy befejezze a munkát. I'm here. Aludni továbbra se. De jó. Nem tudok aludni. Mi hosszú van? Ezért nem fogok aludni. Most kell majd menjünk. Ezek szerint. At once. Hadi halott. Sajtottam, hogy rossz helyzet. Köszönjük, hogy tudattad velünk itt. I'm here. Nem szóval oda kéne mennünk a körülgázóhoz, de ezt majd megnézzük először elmegyünk. Erre. A parazsok még ízenben megfogadott romokban. Lángfaj tekercs. Hát köszi. Meg ezt is köszi. Néhány korompoltal eltekintve a kocsin lévő állatmány sértetlen.
hipoként itt kéne vonalassan. Ez a fakó durva, hogy nem hasonlít más képződényre ezen a területen. Hopp. Oké. Kaptuk ide egy ilyet. Te kapsz ide egy ilyet. Te bandita. Erkölj utána. Meg úgy látom varázsolni akarnak, de... Hát varázsolnak. How may I help? Az előtt volna jobb is, most már mindegy. Nem látok ebbe a vakonyba. Ezt egy mágus basszus, te gyors. Basszus. Ez mit csinál itt? Ide teleportált a kis rohadék. Ha ide teleportál. Nem pusztult meg tőlem. Szolvárti. Stavárti csontocska. Tundrai öltöző. Valami nem érez benne varázslat. Azért nézzük. Lerakú. I'm here. Látszólag egy fél helynyi hómennyiség zúd a kereskedőtről eltelenítéve a továbbhaladást. Az látszik. Ez mi? Hoppá, jó, ezt már szedjük is föl. Ezek az írásjelek hasonlatosak az előttményben láthatókhoz, de túlságosan el vannak kopva, hogy javaslatlanok. A vések jutában a felső szülét simára koptatták a szerencséért fogászkodó utazók kezei. A jégvétel ez nem olyan könnyű ám leverni. Tegyük hozzá a nagyobb jégvételét. Ó, erre tudjuk ezt is használni. Ó, jel. Háj? Jó, az el is pusztult, és már csak a következőre kell figyelni. Vannak most ilyeneket adunk. I'd be glad to. Jó részét szivattam. I'm here. Vágtanya, tilos a belépés. Hát már nem sem lehet hova belépni, mondjuk. Tegyük hozzá, hoppá, viszont itt be lehet lépni mégis. Na, mit csináltak ti itt? Leégett a házatok. I'm here. De fakó durva, hogy nem hasonlít más képzőművényre sem ezen a területen. Langfárt oldalba támadó, de jó. De jó, ez a nékem. Ready. Ó, basszú, de sokan vagytok, de rohadtul sokan. Thank you.
I'm here. Ready, one. Be on seat. Egy keresztetünk titeket, basszus. Come back! Stand up! Magyarosabb volt. De mindig nem nagyon sérültünk. Amúgy. Nagyszerű pika. Absolutely. Nem is láttam, itt is volt még ilyen. I'm here. Na, nézzük, amit korábban főzhettünk. Ezeket megtöröljük. Nem csinált ez. Már ez ugrott. Vietro hivatalos lábbeli. Elég sok ilyen olasz szó van érdekes. Volt három tant, ez már tudja, hogy megy a négy ügyesség, basszus. Akkor valószínűleg megy a varázslókhoz. Dőzsölés. Jós trágya feltétése, pálinka. Az óvalian népesség szerint Vietro egy szegény faluban származó fiatal szavó volt, aki arról álmodott, hogy birodalmi palotában tartott mai Vérnó bálon egyszer részt vehet. Annak ellenére, hogy számos pompás ruhát készített magának, nem volt cipője, ami hozzáillett volna se meghívás a királyi családtól, se ismerete a palotai etiketről. Egy nap jó szándékú mágus meghallotta a kívánságát, és magánadékozta egy pár májakus cipővel. Elég elágánsak voltak a bálhoz, és a mágus azt ígérte, mindent megad Vietrónak, amire szüksége van. Vietro szaván fogta a mágust, és a bál időpontjában megérkezett a palota kopiához rögtön ruhájában és szüpőjében. Az örök Vietro meghívóját kérték, az örök Vietro meghívóját kérték, és hirtelen fiatalember egy kisebb sütészett a sebében. Talált benne egy flaska alkoholt, amit az öröknek adott a bejutásra cserébe. Tovább haladt a bálterembe, és hamarosan azon kapta magát, hogy beszélt benne egyik pár vikomtal és Márkeszóval. Vietro biztos volt benne, hogy a tudatlansága elárulja, de olyan összetességgel beszélt a történelemről és a szokásokról, hogy a házigazdái teljesen voltak nyűgözve. Egyre inkább megnőtt bizadalma a varázsló cipő iránt, és amikor meglátta a leggyönyörűbb nőt a bálban, azonnal felkérte táncolni. Cipője vezette lábait és nyelvét is, oly mértékű volt személyes varázs, hogy ő és a fiatal princesza az év végén egybekeltek. Na most az a kérdés, hogy ezt melyiknek adjuk. Ennek még nagyobb a tanya. Sebzés csökkentés. Ez jó. Okay, jó lesz az így. I'm here. A mondó vagyok. Jó, bakker. What? Lavaru! Se kellett. I'm here. Still don't.
See what I mean. De mint a varázsló lenne, úgyhogy erre tanulunk rá most mindent. Majdnem, de nem mindent. Sokan vagytok, mondták már. Problematikák vannak. Nem is kicsik. Nem jelzi rendesen ki megint a dolgokat. Az igazság. Basszus te! Gondoltam, hogy valami ilyesmi lesz majd. Szóval jó bírja. Mindjárt látjuk, hogy ezt is bírja. That one hit true. Fiery whore of a goddess. Mi bírja. Csak hát ezt megnézzük a többihez. Nem kell. A hóhér csukjája. Hát nem tudom. Na hoppá, ennek kell néznem. Résenként, hát csak nem ölöm meg, akkor mi van? Rakán belföldi városa alá, a föld szigetcsoport egy gazdag kikötő városa alá, a közepén terül el, és részesült azok a legrosszabb sajátosságaiból. Szerencsejátékosok, tolvajok és más gazemberek szivárogtak Rakhanba és tették tönkre az álmos kisváros különféle hitványos erőszakos cselekedetekkel. Egyszer csak a lakhani polgármesternek elege lett, falusi hojrokat nevezett ki, akik azt a parancsot kapták, jöjjenek meg mindenkit, aki napjúbe után az utcákon kóborul. Hojrok világos színű csukját is álltak, hogy a lakók felismerességüket is időben hazatérhessenek. Az elszántság az mi is? És valami én nem vigyek ide, lehet, hogy... Mi? Jaj, ez fej! Basszus! Hát arra fogom berakni szerintem. Hatalom, megtorlás. És ez csak közel van, szia? Hát akkor ez megy a levesbe sajnos. I'm here! Itt azért volt cucc, azért nem. Halott szán húzó kutya. Ez miért terszed a domája? Ami rossz. Egyébként halál kizárása. Dratt elgrázó lövedékének tekercse. Ez csak a sima, hát ez nem... Leválasztunk egyet. Most veszik el. Oké. Okay. Köszönjük szépen. Mi ezt elét? How about that? Jeges medve, bocs. Bocs, jeges medve, bocs. Yes? Hogy bedobok ide egy ilyet. De basszus, alulról... I shall. Nem hiszem el. Nem tudja bedobni.
How may I help? Stand together! Yeah! Look there. Idősebb medve karmi az ergánfatra és ültadomban is megtalálható medik helyet és sogadozók vadászat Isten szolgálnak kedve tartai kötőt adoznak, míg gyakran a legnagyobb és leghalálosabb fajokat szemelik ki magunknak, hogy képességüket bizonyítsák. A medveből nagyon értékes, a legvénebb karmi pedig gyakran használják nyakláncok és totemek készítésére, így emelve ki vadászra a termettségét. Yes? Hát itt lesz az a küldő, ami kell nekünk. I'm here. Aztán, Rion nem elvértje, paplovak, várt, szerzetes, akkor az, mondjuk ez közepes páncélvakként. Akkor ez nem lesz nekünk szerintem jó. Ez a sötétző zománca borított acél elvért, Rionája volt egy vajlek, aztán sokkal szállazó kalandori, aki hivatását előttvedni expedíciós társaság körében találta meg. Egy kis adag rézlánc van még vezetve, mert elvért a rattomávi védelemért. Rion a pályafutása hamar véget ért, miután fejhatára feláldozta az expedíciós csapata életét a saját gyercsőrébe, sárkány elől menekülve. Jó, hát igen, az ismerős. Mérgezünk, ezt nem. A fénydár, ez majd jobban néz ki. Még ez sem néz ki rosszul, de... ezek a legjobbak sebzésben. No. Akkor ezt ide berakta. Azért nézzük meg. 12, ez pedig 16, hát ez egy kicsit jobb értelem, meg neki nem nagyon kell. Hát ez sajnos megy a levesbe, pedig nem lenne rossz. I'm here. Más akkor itt nincs is most. Más. Elkülönített a labzat. De volt egy küldi, nem? Zord eskü. Rödgázlói malom, jó, de elmegyünk mindjárt. Elfeledett sereg. Itt van, fehér kövedencébe, ez az kötelék utassuk át. Itt vagyunk, basszus, de... jövőre semmi. Azt kértek utas. Lehet, itt van valahol valami. Kövedencébe nem tudunk bemenni. Vagy be tudunk? Hát nem tudunk. Azért, mondom én, hogy nem tudunk. Hát ezt nem is tudom megcsinálni, mert nincs bennem velem most ez a tacúa, vagy ki a franc, úgyhogy sok értelme nincs a dologban. I'm here. Hát ha visszamegyünk a rödgázlói malomhoz. Aztán még lehet, hogy akkor alszok egyet is a... Aztán a malomot nézzük. Itt van a malom, ugye? Hát úgy látom, tehát ezeket a küldéket csak tudjuk megcsinálni, velünk is van az adott karakter. De most erősen úgy néz ki a helyzet. Ezt itt nem látják, lehet, hogy ezt tudjuk lopni. Bár nem nagyon azt... I'm here. I'm here. Na, vették észre. Nézzünk be a malomba. Tehát itt látták utoljára. Jó. Zord eskü. Tedd le a pengét, fiú, azt se tudod, hogyan tartsd. Segíts kérlek, ezek megörültek. Pakolók egyik oldalra lépi téged, és eszkát is látja, minket itt tedd le, se szemére vesz. Nos, ki is ez? Ah, külhönni. Várnod kell a sorod először, szerződésünkkel kell fejlődnünk. Hallod, hogy eskü levegőt kapja, ezt inni mosolyal az arcán felé néz. Elég macsos üzlet volt az biztos, de ha ez volt a megbízó kívánsága. Eskü is tanúsítatja, hogy egy kitek sztávárban szinte lubickolnak kicsinyes visszájaikban. Folyton egymást torkának és nő. Adj hozzá egy kis durrán célt és kapsz egy csomó irigy szomszédot. De ha egy ilyen kedves család,
Láncsa helyre szúrva végzi. Talán akkor legközelebb hajlandók lesznek rövölni és tárgyalni. Nyers erőnél semmi sem tudja jobban megnyírni az embereket. Azt hittem, hogy ezt te jobban tudod, nagyfiú. Mit tudhatsz erről? Nem baj, közülünk valahol. Ezt vettél már egyáltalán valahol stromban? Viselkedést, ami itt van. Jó sokan vannak, azt hozzá kell tenni. De mindjárt megoldjuk a dolgokat. Eskor a halott papról próbálom törreszked kezében. Azt mondták, hogy megölték a szülőmét, ez igaz? Sosem hittem volna, hogy kell ilyen, mire sietett az a rahat szemét. Jobb, ha hazamegyek, eltemetem anyámat is, apámat. Tessék, ez nem sok, de ez minden, ami van, számít az életemet. Köszönöm még egyszer. At once! Vertük őket. Rendkívüli vadászé, hát ennél vannak jobbak. Mak, sisa. De félbőr. Berátcsókja. Ez a retteget mérünk már több mint két évszázad legendának számít, édérben és keleti fölményelben. A gyártás módja szigorúan őrzettétek annyira titkos, hogy se tudják igazából kikészíteni, hanem azt döntjük ki az orgyalokosok eszköze. Mások szerint az okkult késztagjai készítik. Bármi is lenni az eredete, berátcsókja még mindig olyan ritka, hogy sokan mindig csak egy mitosztot tartja. Három pontosan, ezt egyébként berakjuk, ezt is, de hát meglátjuk még, elszántság letarolás, ez mondjuk nem rossz, többé ezt szerintem megy, ennél jobbak vannak, nézd már egy cél. Várjunk csak ezeket megnézzük azért. Ezek mehetnek, ezek még jobbak vannak. Jó. Szállját, hogy berakjuk ide. Ez közepes farzs. Ah, valami nem jó. Ez plusz 8. Mondjuk ez azt nem adja, de a többit azt adja. Még ennek is jó lenne, ugye? De hát... Jó, oké, ez 16. Igen, ez jó. Ez ugyanaz. Pontosan. Hát ez szar. Ennek ellenében. Hát ezek sem a szarok ennek. Viszont ezen elkülöztem most. Elszántság, ez minek kell?
Ezeket valahol az úrgyalogosok nevű aszták parancsnok számára rendelték el. Palentai ostroma során megjelentettek a szerkőérkezését. Fiam, azt adott, hogyha az erőt kapuja nem lesznek, hogy ha megérkezik, akkor lemészára minden férfit, nőt és gyereket a palakon belül. Az erőd Márkesz olyan vitával szállgasztatja, de az úrgyalogosok két nappal korábban érkeztek a pártán. Legenda utatja, amikor a parancsnok páncélsökről az erőt kapujára a csapat mérföldeken belül megszólaltak a temetési harangok. És az elszántság... Hát, nem tudom. Ez kinek jó igazán. Távolsági sebzés, varázs sebzés, kitérés. Na, ennek lenne jó az elszántság, nem? Itt van... hát igen, ez ilyen... Ez igazából neki jó. Ha ezt berakom, ez mit ad? Ez a harci sebzés, ezt nem akarnám. Na. Tehát most viszont lecsökken a többi, tehát sebzés, az állóképességesség. Hát nem tudom, hogy mi jó meg szerintem. Ez csak egyenlő az elszántságával. Ezt nem érjük meg hiába. Tűnik jónak. Mégsem olyan jó. Való lassan erről egy vájnyi gabonát. Na hát akkor viszonylag gyorsan meg volt ez a terület. Igazából aludhatnánk. Hát lehet, hogy az, ha már itt vagyunk. Ne csak azért, mert itt vagyunk. Történt valami? Nem látok én itt semmit. Elengedni lehet, hogy nem fogom elengedni még sokáig. Igen, hát épp erő volt. Welcome! Adás és pihenés. Ó, azt is mindig nem tudsz. Mikor bejátékban minimumosok nem is leszünk, de talán, bárki tudja. Ezért közel leszünk hozzá. Nem gondoltam volna, mert az elején minden olyan drága volt, hogy... De aztán annyira mindent eladtunk, hogy ez szobákat. Ezeket egyre hagyjuk már a legvége előtt, én most szerintem akarok... Good day, stranger. ...mindent felerősítenem, amennyire csak lehet. I'm here. Majd az alapjáték végén természetesen. Lehet, hogy itt a kiég végén is kell, majd nem tudom. Majd kiderül. Szépen elmegyünk vissza, ugye. Na ilyen határ, és akkor ez a vas hadarú erő, ugye, de nem tudunk menni, akkor ide megyünk. Mert onnan ott átmenni. És akkor innen kívül, ami a legközelebb lesz, hogy most átmegyünk. És utána visszamegyünk majd így az alapjátékra. Egyébként. Na, itt át tudunk valahol. Mi ez? Hol? Vörös erdő. Hát errefele. Nem tudom, valahol kinnen átmenni oda. De nem lehet. De hogy tudok oda átmenni? Vörös erdőből esetleg? Próbáljuk innen. De ezt megcsináltuk. Ja, ezt a hálat, ezt nem tudjuk megcsinálni egyszerűen. Ja, még ezt megtudnánk, de mi a holtapátság, az hol van? Holtapátság. Hát ezt még nem is tudjuk megcsinálni. Mert nincs van az a terület, tehát ez a három, ez valószínűleg nem lesz megoldva. Nincsenek velünk, ezt majd ugye... Ugyan kiekeztetődik, de így helyileg nem, ezért hagytam végül is az alaphoz. Meg a Durance, se tudjuk, hogy ezzel mi lesz, mert valamiért nem dugál többet Durance, hát ez van. Nem volt olyan tartós, mint a Durance. Na.
Szereglő sztalvarban. Hát gyűjtettem, annyit lehetett. Annyit lehetne még. Ez érdekes. Annyit lehetett, annyit gyűjtettem. Vashadarók. Vizsgálj meg az erődöt. Építettek a naphelyszorosan, mert lemennem egy szalvárba, és a kivágó ezek megérne. Megvizsgálom, hogy az a hadsereggel majd a látomásban láttam, mert komoly fenyegetés jelenthet. Fehér határa is sült vadonra. Végig kérdeztem, akit lehetett, de... Na mindegy, innen fogjuk folytatni a következő videóban, addig is kulcsolom tőletek. Sziasztok!